Bombát találtak abban a miskolci panelházban, ahonnan reggel kiköltöztették a lakókat. A tűzszerészek szerint házilag készített szerkezetről van szó, ami több ember életét is kiolthatta volna, ha aktiválják. A bomba készítőjét a terrorelhárítási központ munkatársai még reggel elfogták, az ügyet a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálja. A rendőrök lezárták a környéket, az egyik lépcsőházat kiürítették. Negyedikig szóltak. Már 7 órakor nekik, hogy jöjjenek ki, de én fent lakok, nekem nem szóltak, de én meg véletlenszerűen lejöttem, de már vissza nem engednek. A lakóknak robbanás veszély miatt kellett elhagyniuk az épületet. Bomba voltak, ezzel nem lehet venni. A tűzszerészek szirénázva több járművel érkeztek a helyszínre, órákon keresztül speciális eszközökkel, bombakereső kutyával vizsgálták át a harmadik emeleti lakást. Az MTI Hírcentrum információi szerint egy szódászifon méretű házilag gyártott félig kész bomba volt a lakásban, volt benne robbanóanyag és kész volt az indító szerkezet. Ebben az állapotában egy méteren belül képes lett volna ölni, de teljesen feltöltve még nagyobb hatósugárral működhetett volna. A bomba készítője egy 30 éves büntetett előéletű magyar férfi. Korábban garázdaságért, testi sértésért és robbanóanyaggal visszaélésért büntették. Információink szerint aktív kábítószer használó, úgy tudjuk elfogásokor is zavart állapotban volt. Drogoznak, hipóznak, mindent csinálnak. Az embereknek az életét veszélyeztetik. A férfi testén héber és arab tetoválásokat találtak, ezek szélsőséges szervezetekre utalhatnak. A lakásban újságcikkek voltak, amelyekben az 1995-ben meggyilkolt Yitzhak Rabin merényletéről szóló újságcikkek voltak. A férfi a merénylő követője volt. A nyomozók szerint a férfi magányos elkövető lehetett, nem köthető szervezethez, de az izraeli titkosszolgálattal felvették a kapcsolatot. Robbanó anyag, hát szóval ilyet kigyárthat, mai világban már, de nem vagyunk Amerikában. A férfit a terror elhárítási központ kommandósai fogták el. Az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda robbanóanyaggal vagy robbanószerrel való visszaélés megalapozott gyanúja miatt.